Augusztus 20-a után néhány nappal egy elég nehéz feladatra vállalkozunk. Szent István alakját próbáljuk megidézni vendégünkkel, Babus Zoltán hadtörténésszel. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát valóban egy nehéz feladatra vállalkoztunk, ugye abban a kevés rendelkezésre álló időkben Szent István alakját megidézni, ugye ez elég nagy feladat. Ne is magáról, ugye Szent Istvánról, illetve a történelmi eseményekről kezdjünk el talán a legelején beszélgetni, hanem a Szent István körülvevő kultuszról. Arról, hogy ez hogyan született meg, és hogyan hagyományozódott egészen mostanáig. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan született meg, mikor alakult ki Szent Istvánnak a kultusza. Hát ahhoz, hogy megértessük, hogy mikortól is eredeztethető István királynak a kultusza, az hát, idő tekintetében igencsak visszanyúlik, hiszen Szent Javatásának időpontjától kezdve, tehát 1083. augusztus 20-áig kéne visszapergetnünk az idő kelekét, amikor első László sikeresen keresztül vitte azt, hogy VII. Gergely pápa Szent Javassa az első árpádházi koronásfőt, és azt kell mondjam, hogy innentől kezdve gyakorlatilag teljes mértékben töretlen István királynak a kultusza. Elegendő, hogyha például a középkori kesergő énekekre gondolunk, ugye Hol vagy István király, Magyar téged kíván kezdetű dalra gondolok, amely a Boldog asszony anyánkkal együtt a katolikus magyarságnak az egyik himnusza volt a magyar történelem során. Uralkodók tömkelege hivatkozott Szent Istvánra, a Szent Istváni örökségre, de gondolhatunk például arra is, hogy a települések közül jó pár vette föl az első uralkodónak a nevét, műalkotások sora született Szent István személyvel kapcsolatban. És az uralkodónak a kultusza az újabb korban gyakorlatilag úgy Mária Terézia uralkodásától számítandó. Ugye ekkortól kezdve már állandósulnak az úgynevezett Szent István napi körmenetek, ugye maga a Szent Jobb körmenet, amely egészen a két világháború közötti időszakig egy igen színpompás jelensége volt a régi Magyarországnak. Ugye ezt újították föl a rendszerváltozás utáni időszaktól kezdve. És Szent István egy olyan jellegű személyisége volt a magyar történelmnek, amely ugye nem csak a katolikus szenteknek a sorába emelte, hanem azt kell mondani, hogy az 1054-es egyház szakadás óta ő az első olyan szent, aki mind a két egyháznak, tehát mind a római katolikusnak, mind pedig az ortodox egyháznak is a szentje, hiszen 2000. augusztus 20-án az ortodox egyház is a szentjei sorába vette fel István királyunkat. Ugye aztán nem történészek is tudják, hogy Szent Istvánnal kapcsolatban viszonylag kevés ugye forrás áll rendelkezésre. Az a kép, ami kialakult róla, vagy amit most mi Szent Istvánról gondolunk, az mennyire egyezik meg azzal a képpel, amit korábban láttak róla az emberek, illetve hát a kultusz mennyire segítette azt, hogy hiteles képet kapjunk Szent Istvánról? A kultusz valamilyen szinten egy ferdetükröt tart Szent István személyisége elé. Ugye tudnunk el azt, hogy Szent László ugye annak a Vazulnak az unokája, akit megvakítat Szent István király uralkodásának utolsó éveiben, de ő az, aki Szent István életművét felhasználja arra, hogy a saját uralmát legitimizálja, és az ő szent javatásával próbálja meg uralmát megerősíteni a magyar királyság területén. A Szent László korától kezdve egy igen erőskezű, mondhatni véreskezű uralkodónak a képét hagyományozzák az utókorra. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy ekkor keletkeznek a Szent Istvánról szóló legendák többségükben, tehát a kisebb és a nagyobb Szent István legenda. Ezek mind egy ilyen céltudatos, hitbuzgó keresztény uralkodónak a képét vetítik elénk, aki ugye tűzzel-vassal terjesztette a keresztény hitet, ugye törvényei segítségével megalapozta a királyi és a magántulajdon védelmét, emellett ugye egyházpolitikája révén ugye a magyarságot keresztvíz alá hajtotta. Ezek gyakorlatilag beleillettek a Szent László féle elképzelésbe, hiszen ő folytatta Szent Istvánnak az államépítő munkálatait, sőt tovább menve ő volt az, aki a 11. századnak a vége felé végül is megerősíti a magyar királyság államintézményét. Voltak olyan korszakok, amikor a kultusz felerősödött, és ugye nagyobb szerepet kapott a közéletben, volt, amikor kevésbé, tehát kevesebbet foglalkoztak vele, de mi a titka annak, hogy folyamatosan él, tehát hogy mindig is megvolt, mindig is benne volt a közgondolkodásban?
Hát talán ugye adódik abból, hogy a geopolitikai helyzetünkből adódóan mi ugye kelet és nyugat között helyezkedünk el mind a mai napig, és mi a Szent István uralkodásától kezdve a magyarság, illetve a Kárpát-medence az a nyugati kultúrkörnek volt a védőbástyája. Ez egészen a II. Világháború végéig megnyilvánult, és válságos helyzetekben mindig a Szent Istváni példához nyúltak vissza. Ugye az államalapító Szent Királyunk, aki ugye a magyarságot itt államba forrasztotta a Kárpát-medence területén, ő volt az, aki ugye erős kézzel megvédte az országot mind a külső, mind pedig a belső ellenségekkel szemben. Ez volt az, ami talán nagyon jó példaként hatott Szent István életéből. A másik az ugye, hogy mindig az aktuál politika megpróbálta felhasználni a Szent István életművet, Szent Istvánnak a képét megpróbálta a maga képmására formálni. Ugye Máj Teréziáról nagyon jól tudjuk, hogy ő a legválságosabb időszakban került a magyar trónra, ugye az osztálykörökösülési háború időszakára kell gondolni, ugye amikor 1741-ben életünket és vérünket felajánljuk a királynő támogatására, ekkor ugye kedvelt magyarjainak próbál valamilyen támaszt, valamilyen úgymond ajándékot adni, ekkortól ugye engedélyezik ugye még inkább impozánsabb formában ugye a Szent István kultuszát, a Szent Korona kultuszát, és ez az, ami ugye időről időre előkerül. Ugyanezt tapasztalhatjuk például első Ferenc József uralkodásának második időszakában is, tehát ez egy ilyen egyre erőteljesebb példa, és aztán utána, ahogy időben távolodunk Szent Istvántól, egyre inkább ugye összemosódnak ezek a dolgok, tehát például, hogy a Ferenc József uralkodásának vége felé már gyakorlatilag, mint hogy a Szent Istvánról lenne szó, amikor az akkori uralkodót ünneplik, mint hogyha Szent Istvánt óhajtanák láttatni az akkori apostoli uralkodóban első Ferenc Józsefben. A mai közéletben az figyelhető meg, hogy Szent Istvánra elsősorban a konzervatívabb gondolkodású emberek szeretnek hivatkozni. Ugyanakkor az ember azt gondolná Szent Istvánról, hogy hát a maga módján és sok tekintetben tulajdonképpen újító volt, és egy nagyon komoly és következetes újító. Nem ellentmondás ez, vagy csak én látom annak? Tény is való, hogy mindegyik politikai oldal így megpróbálja felhasználni Szent Istvánt. Való igaz, hogy a konzervatívok ugye az államalapító férfiút látják benne, esetlegesen a baloldali politikusok megpróbálják az újítót megtalálni Szent István életművében. Ez szerintem egy olyan dolog, amire valószínűleg soha nem fogjuk igazán a választ megkapni, hiszen mindenki a maga Szent István képét próbálja ugye a hallgatóság felé bemutatni. Erre kiváló példa volt, hogy most augusztus 20-a is. Hogyha csak visszavetítünk a közelmúltban történt dolgokra, ugye 1944-45-ig valóban hatalmas kultusza volt Szent Istvánnak, ugye kitüntetést neveztek el róla még az osztrák-magyar birodalom időszakában, ugye utaltam magára ugye a Szent Jobb körmenetre. A Horthy korszak elejétől kezdve augusztus 20-a tradicionálisan ugye Szent István szenti avatásának az évfordulója, az a magyar tisztavatásnak a napja is. Érdekes módon a 1945-t követően még a kommunisták sem mertek hozzányúlni Szent István életművéhez. Nagyon jól tudjuk, hát én is gyermek voltam még a 89 előtti időszakban, hogy egy másfajta Szent István képet kaptunk abban az időszakban, ugye akkor az alkotmány és az új kenyér ünnepét kellett ugye ünnepelnünk, de megmaradt augusztus 20-án például a tisztavatás. Érdekes módon azt nem vették el, volt víziparádé, légiparádé, mi egymás, de ugye akkor nem rendre Szent Istvánról beszéltünk, ugye a legnagyobb magyar uralkodóról, hanem ugye államalapító első Istvánról. Tehát ugye a szentet volt egy kicsit háttérbe kellett szorítani. Ugye mostanában hajlamosak ugye mind a két oldal arról beszélni, hogy Szent István az európai mértéket meghaladó törvényeket hozott annak idején, hogyha a két törvénykönyvét fölütjük. Hát, hogy az ember elolvassa, akkor én szerintem mindent olvashat ebből a két körülményben, csak éppenséggel csak az ilyen haladó szellemiséget nem tudja kivélni, hiszen hogyha ismeri a korabeli törvénykezési eljárásokat, a korabeli zsinati határozatokat, akkor azok lecsapódnak Szent István törvényeiben, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy az ősi magyar szokásjogot is beemelte a törvénykezésébe, ez a bizonyos szemet szemért fogad fogért el, ami kőkeményen tartotta magát még István király időszakában, sőt ezen túlmenően ugye ezt megerősítette Szent László és Kálmán király is, tehát ez a bizonyos, aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt fel kellett akasztani. Tehát a magántulajdon védelme az nagyon fontos volt ugye ezeknek az uralkodóknak az életében.
A hat történész milyennek látja István alakját, mint államot védő, államot szervező, és nyilván hadsereggel rendelkező, hadsereget szervező királyt, hogyan látja? Az uralkodó ugye egy érdekes helyzetbe került, amikor ő lett ugye az első koronás fő a Magyar Királyság területén, hiszen javarészt még törzsi szervezetben élt a Kárpát-medencei magyarság, ugye az itteni törzsfőkkel le kellett számolni, hogyha nem akartak ugye belépni az új magyar államszervezetbe, gondoljunk csak Koppányra, illetve nagybátyára, az erdélyi Gyulára, gondoljunk Ajtonyvezérre, hogy ott van ugye Aba Sámuel, a későbbi koronás király, aki Szent István egyik sógora volt, fölvette a keresztény hitet, őt ugye nem kellett csatában megvernie. A sajátos magyar hadszervezet ötvöződött az ő hadseregében a nyugati típusú lovagi harcmodorral, hiszen már nem csak István idejében, hanem ugye édesapja Géza fejedelem uralkodásának időszakában is jöttek be német lovagok ugye a térítő papságra, egyetemben a magyar szállásterületekre. Ez ötvöződött, és ugye István való is igaz, hogy a véres kész politikáját alkalmazva uralkodásának a végére egy erős államot hozott létre, amely tudott dacolni nem csak a belső, hanem a külső ellenséggel szemben is. Egy példát hoznék erre, túl azon, hogy a besenyőket megveri Erdély területén 1030-ban, amikor a német-római császárság megtámadja a fiatal magyar államot, Szent István végül is megveri a betolakodó német lovagi sereget. Ez az egyik legfényesebb példája annak, hogy a német-római császár nem tudta egy hűbéres bazalus állammal lezűleszteni a magyar királyságot. Tehát azt kell mondani, hogy Szent István nem csak államférfiként, nem csak egyházfiként, hanem hadvezérként is kiválóan megállta a helyét. Önnek most nyáron jelent meg egy fontos kötete, ugye a Székely katonáskodás 1000 évéről. Mivel ennek a kerületnek van székelyföldi testvérvárosa, és ezért gondolom, hogy sokakat érdekelhet az a kérdés, hogy a székelység és Szent István, illetve a korabeli Magyarország kapcsolata, viszonya milyen volt? Hogyan lehet ezt jellemezni? Hát a helyzet az, hogy Szent István uralkodásának idejéből még nincsenek írott források a székelyekkel kapcsolatban, a 12. század elejéről már vannak forrásaink. Tény is való, hogy határőrizetten megbízott ilyen kiváltságos segédnépként szerepeltek a székelyek. Ugye ekkor még nem mindegyik székely élt a mai Székelyföld területén, hanem szétszóltan éltek. Többnyire a Székelyföld, a mai Székelyföld mellett a Nyugat-Dunántúlon, illetve Észak-Nyugat-Magyarországon voltak szállásterületeik, és gyakorlatilag a 12.-13. században telepítik át a magyar uralkodók a székelység zömét, például a tiszamenti szállásterületeikről, Maros mentéről a mai Székelyföld területére. Egy az a majd biztos, hogy náluk is töretlen Szent István királynak a kultusza, de emellett azért, hogyha már a székelyekről beszélünk, egy mondat elé ki kell térnünk a csángókra. Uh-huh. Ugye a csángók a mai napig is talán a legfontosabb szentjükként István királyt, tehát Szent Istvánt tisztelik, énekeik, egyház énekeik többsége is István királyhoz szóló könyörgőjének, tehát ők azok, akik ugye odakint a szétszólatás időszakában, illetve amikor ki kellett, hogy meneküljenek a Kárpát-medence területéről, ugye a Bukovina területére, akkor ez az ember, tehát a Szent István szellemisége volt az, amely ugye az egyház mellett összefogta a külhomba szakadt csángó magyarságot. Tehát azt jól értem, akkor a csángók számára Szent István az magának, az államnak, az összetartozásnak a szimbóluma? Igen, egyrészt, másrészt pedig ugye magát a magyarságot is megtestesíti úgy önmagában. Tehát Szent István személy egy ilyen összekötő kapocs az anyaország, illetve a székelyföldi magyarság és a csángók között. Ez egy nagyon szép gondolat a beszélgetés végére. Remélem, hogy nem sokára lesz egy olyan alkalom, amikor majd a csángókról és a székelyekről beszélgethetünk hosszabban. Köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a beszélgetést.